Dél-koreai kalandja után júliusban kötött 2 éves szerződést a török másodosztályban jelenleg 12. helyen álló Adanaspor-ral a 11-szeres válogatott labdarúgó Fecesény Róbert, aki eddig 9 meccsen 3 gólt szerzett csapatában, és akivel új állomás helyéről, illetve a Digi Sporton is látható Super League-ről is beszélgetünk. Már is szia, Robi, jó reggelt kívánok! Szia, jó reggelt! Robi, amikor Dél-Koreába igazoltál, akkor imponáló őszintességgel megmondtad, hogy azért mész ilyen messzire, hogy jól keres. Ehhez képest Törökországban most mi a célod? A célom az volt, ugye, hogy nekem Dél-Korea után ugye a következő fél évben nem sikerült olyan csapatot találnom, ami számomra megfelelő lett volna, és hogy újra játékba lendüljek, tehát hogy újra focizzam, mert ugye az az elsődleges cél szerintem egy játékos életében, hogy a pályán legyen. És egyelőre úgymond meg is találtam a számításaimat, tehát játékba tudtam lendülni, ugye játszom is, gólokat rúgok. Persze, tehát nem minden ilyen 100%-ig volt jó, mert azért ugye mivel elég későn sikerült becsatlakoznom, nem csak nekem, hanem a csapattársaimnak is, nagyon sok csapattársamnak a csapat életében, tehát későn igazoltunk. Ezért nagyon sok kisebb sérülés volt, vagy akár a szezon első felére, hogyha gondolok, ott nagyon sok olyan pontvesztés csúszott bele a csapat életébe, ami mondjuk, hogyha most már nem lenne, tehát ott egy-két mérkőzést úgy tudtunk volna lehozni, ahogy már most játszunk, akkor playoff közeli helyen tudnánk most tanyázni. Éppen ezért akkor kérdezem is tőled, hogy mi a célja ebben a bajnokságban annak az Adanaspornak, amely 2017-ben esett ki a Super League-ből? A célja az lenne, hogy ugye valamelyik olyan pozícióban tudjunk az idény végén végezni, hogy a feljutásért tudjunk játszani. Tényleg azért most már mióta itt vagyok, le tudom szűrni, hogy egy-két olyan csapat van, aki egy kicsit kimagaslik ebből a mezőnyből, de a többi csapat az teljesen egy szinten van, és a napi forma dönti el azt, hogy ki milyen eredményt fog elérni. Úgyhogy azért mondom, hogy ha ez az idén elején jóval előbb összeállt volna ez a társaság, akkor jóval nagyobb esélyünk lehetne, vagy lehetett volna eddig, de most azt mondom, hogy az utolsó 6-7 mérkőzésünkön ez már azért látszik, hogy bárki ellen úgy veszük fel a versenyt, ahogy idény elejétől is felvettük volna. Robi, milyen a török életstílus, milyenek a mindennapok? Ugye Adana egy 1,5 milliós nagyváros a Földközi-tenger közelében, ott van a világ legöregebb, még használatban lévő kőhídja, és a nagyedző Fatih Terim is ott született. Hogy érzed ott magad? Jól érzem magam. Lényegében a törökök mindig azt mondják, tehát ugye itt nagyon sokat beszélgettem már akár játékosokkal, mert tényleg nagyon sokan csapattársam van, akik Németországban születtek például, és ugye utána jöttek vissza Törökországba. És azért mondják, hogy Törökországban 2 olyan város van, ami így elhíresült arról, hogy amilyenek az emberek, tehát akik ott élnek, azoknak milyen szokásaik vannak, az egyik az Adana, az másik pedig Kayseri, úgyhogy tényleg az embereket néha rácsodálkozom, hogy élnek, meg hogy milyen életvitelük van, de attól függetlenül tényleg, amit te is említett, hogy egy nagyvárosról van szó, minden megtalálható, tehát akár reptértől kezdve bármi, úgyhogy ilyen szempontból nagyon gyorsan sikerült a beilleszkedés. Az pedig megint egy másik dolog, hogy mondjuk a hétköznapokból, hogyha kimegyek és mondjuk vásárolok, vagy elmegyek mondjuk étterembe, vagy akkor hogy viselkednek az emberek. Hát hogy viselkednek, mert ahhoz képest, amit mondjuk Kabát Peti annak idén itt mesélt, hogy ő neki pénztárcát sose kellett magával vinnie. Igen, ilyenről is van szó, de például tudok olyat is említeni, jó, ez nem egy szokványos eset, de pont múlt héten ültünk benne több török csapattársammal is ebédeltünk, és mellettünk 3 háztömbben mondjuk eldördült 5 pisztolylövés, ez nem egy átlagos nap volt, valami gond volt gondolom két társaság között, és természetesen ugye érkeztek a rendőrök, utána gondolom megoldották, meg nem is történt olyan szintű probléma, de akár olyanról is hallottam, hogy ugye Adana az egyik legmelegebb város Törökországban, tehát itt akár télen is, vagy nyáron több hónapon keresztül ilyen 40-42 fokok vannak, és valaki kimegy az utcára, és mondjuk pisztolyjal elkezdi lőni a napot, mert mondjuk túl meleg van. Tehát
ezek ilyen teljesen szokványos dolgok itt a Kanában. Értelek, tehát ahogyan mondjuk a kínaiak szétlövik a viharfelhőket, itt inkább akkor a napot próbálják enyhíteni. Hát mivel, hogy nincsenek viharfelhők. Igen. Egyelőre, ahogy látom, megy a játék, játszol, de milyen a színvonal a török másodosztályban? Mondjuk hozzá minket képbe, magyar NB1, igen, magyar NB1, nem a dél-koreait kérdezem, a dél-koreait keveset látjuk, a magyar NB1-hez képest. Én a magyar NB1-hez képest azt mondom, hogy egy jó középmezőnyben tanyáznának itt az első, tehát az első csapatok, mert amit említettem is, hogy egy két csapatot látok úgy, aki kiemelkedik ebből a mezőnyből, a többi pedig tényleg a napi forma alapján játszik, és természetesen most itt a magyar NB1-ben is, ugye most ugye a Videóton vitézkedik itt az Európai Kupában, ami egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, úgyhogy most itt a Vidit itt nem is említeném, de mondjuk a többi csapathoz képest mondom, hogy hozzájuk képest szerintem egy jó középmezőnyt tudnának ezek a csapatok otthon elérni. A török második ligából szerinted be lehet kerülni a magyar válogatottba? Vannak-e még ilyen ambícióid? Erről már nagyon régóta azt szoktam mondani, hogy ez nem az én dolgom eldönteni. Én korábban is ugye rúgtam 11 gólt, máshonnan mondjuk, ami mondjuk a koreai bajnokságot, hogyha úgy nézzük, onnan is, tehát nagyon sokszor megnyerik a koreai csapatok például az ázsiai bajnokok ligáját, tehát nem annyira rossz az a bajnokság. Más bajnokságból, ami mondjuk nem annyira előre vagy jegyzett bajnokság, onnan mondjuk kerültek be válogatottba, ezt nem az én dolgom eldönteni, én teszem a dolgomat, próbálok minél többet játszani, minél több gólt rúgni. Onnantól kezdve pedig ezt a szövetségkapitány dolg eldönteni, viszont én azt mondom, hogy 32 éves vagyok, már azért nem azt mondom, hogy ez az elsődleges dolog, ami jár az agyamban, hogy én most a válogatottban mindenféleképpen visszakerüljek. Tényleg szoktam nézni a fiúkat, nagyon sok tehetséges fiatal van most, akik ugye szerepet kaptak, úgyhogy én azt mondom, hogy most megint kezd kialakulni egy olyan gerinc, akik fiatalak és még nem voltak annyiszor válogatottak. Robi, mennyire tudod figyelemmel kísérni felkészülés, meccsek, foci közepet, a török élvonal, a Super League meccseit, amit itthon nálunk a Digi Sporton lehet hétről hétre látni? Természetesen szoktam nézni, ugye nálunk az elsődleges, ami elérhető, és ugye követni szoktam így általában nagy csapatokat, meg azért figyelemmel követem, ugye itt az volt újpesti játékos, hogy ugye most nagyon sokat cikkeznek, megírnak, ugye Dinnyéről, hogy ugye vezeti a góllövő is, tehát úgyhogy ilyeneket természetesen figyelemmel követek, meg ugye, hogy edzőváltás például akár a Fenerbahce-nál, hogy melyik nagy csapatok azok, akiknek mondjuk nem olyan az idényük, amiatt elképzeltek volna idény előtt, úgyhogy természetesen ilyenekben otthon vagyok. Hát, ha már mondtad ezt az edzőváltást a Fenerbahce-nél, volt szövetségkapitányunk, kapitányod, Ervin Kuman került az isztambuli nagycsapat kispadjára. Mondjuk Adanában az emberek hogyan állnak a focihoz olyan szempontból, hogy ha megkérdezik tőlük, hogy a helyi csapaton kívül milyen szurkolók, akkor általában a nagy csapatok közül is választanak, vagy mondjuk egy adanai azt mondja, hogy én az Adanaspornak szurkolok, és más csapatról hallani se akarok. Ez itt egy elég nehéz kérdés, mert ugye Adanában két másodosztályi csapat van. Az egyik ugye az Adanaspor, a másik pedig az Adana Demispor. Az Adana Demispor ugye még soha, ha jól tudom, nem volt első osztályi csapat, vagy nagyon-nagyon régen. És most viszont tavaly egy tulajdonos váltással, tehát elég jó anyagi körülmények közé kerültek. Nagyon beerősítettek, ugye itt lehetett olvasni is, hogy ugye volt Manchester United játékos is, például az Anderson is ideigazolt, úgyhogy tényleg egy olyan csapat alakult ki. Ugye most előttünk is vannak, ha jól tudom, 5 ponttal, és pont a velük fogtok játszani majd, igaz? A városi riválissal. Lesz igen a városi rangadó, amiről ugye már itt elég sokat lehetett azóta nekünk hallani, de visszatérve a témára, hogy a legtöbb embernek van az ilyen nagy csapatok közül kedvenc csapata, de amikor itt a városban szerintem valaki megkérdezi, hogy milyen szurkoló, akkor elsődlegesen azt mondja, hogy vagy Adana Demispor szurkoló, és utána, hogyha mondjuk bárhol az Isztambulba találkoznánk vele, akkor mondjuk már azt mondaná, hogy na én akkor a Fenerbahce-nak, vagy a Besiktasnak, vagy a Galatasaraynak szurkolok. És azt mond meg a végül, hogyha már szóba került ez a bizonyos derbi, városi derbi, ami előttetek áll, mit mondanak az ismerősök, a társak? Van-e olyan hangulata, mint egy fradi Újpestnek? Egyáltalán mekkora nézőközönség várható egy ilyen másodosztályú városi derbin nálatok?
Ez tuti telt ház, tehát azt már mondták itt évelején, ugye, amikor én is kérdezgettem, hogy ugye melyik csapata jobb, vagy melyik csapatnak van a szurkolótábora. Hát sajnos idén azt kellett hallanom mind a két felől, tehát amikor úgy beszélgettem, hogy a Demirspor így a tulajdonosváltás után jobb anyagi körülmények között is tényleg annyira beerősítettek, hogy őket előrébb várják, meg szurkolókban is, tehát az Adana Demirspornak elég jóval több szurkolója van, ők közel teltház előtt játszanak minden egyes hazai mérkőzést, úgyhogy ellenünk természetesen meg most ők lesznek a hazaiak, tehát a pályaválasztók, így mindenféleképpen teltházat várnak. Remélem, hogy jövőre is, amikor mi leszünk a pályaválasztók, akkor is teltház lesz, mert viszont januárban elméletileg kész lesz az Adanának az új stadionja, tehát új stadionunk lesz akár a Demirspornak, akár nekünk. Egy 33 ezeres teljesen új stadiont fog kapni most a két csapat. És ebben a stadionban várhatóan elég jó lesz a kihasználtság is, igaz? Igen, azt mondom, nem tudom, hogy nekünk azért nagyban közrejátszik az, hogy áll a csapat a bajnokságban, nekik biztos, hogy nagyon jó lesz a kihasználtság, de én azt mondom, hogy a városi rangadóra szerintem, ha mi leszünk a pályaválasztók, akkor is meg fog tenni. Robi, sok sikert akkor a folytatásban, és köszönöm szépen, hogy velünk voltál, szia! Nagyon szépen köszönöm, szia!